Üdvözlöm Önöket, Deli Kinga vagyok. Önök a közéleti magazinunkat látják. Nézzük, mit kínálunk mai műsorunkban. Munkáltatók és tanulók ismerhették meg egymást. Rajzpályázatot hirdetett a Katasztrófa Védelmi Igazgatóság. Újabb szakmai eseményt szervezett az MCC Szekszárdi Képzési Központja. Az allergia szezon sok ember mindennapjait keseríti meg. Többek között munkáltatók és tanulók ismerhették meg egymást a Tolna megyei Szakképzési Centrum Ady Endre Technikum és Kollégium Diáknapján. Juhász Gábor, az iskola igazgatója elmondta, hogy a rendezvény lehetőséget adott a duális képzőpartnereknek, hogy felmérjék a leendő tanulóikat, illetve a most 9. osztályos gyerekek pedig megismerkedhettek azokkal az elvárásokkal, amelyek majd a munkahelyen várnak rájuk. Megtartotta a hagyományos diáknapját a Tolna megyei Szakképzési Centrum Ady Endre Technikum és Kollégium. A nap során a gyerekek kipróbálhatták a 3D nyomtatást, kézműveskedhettek, ijászkodhattak, vagy éppen betekintést nyertek például az elektronika rejtelmeibe. Voltam kézműveskedni, akkor voltam ilyen szabadulószobába, meg társasjátékoztam. Nagyon jó, én biztos, hogy csinálnék ilyet többször, mert jobb kicsit kiszabadulni ebből a tanulásból, főleg most nekem nagyon sokat kell tanulnom, és nagyon stresszes az egész az év, nagyon sokat készülök, és jó kicsit kikapcsolódni. Mindemellett pedig szakmai bőrzén is részt vehettek a diákok. Itt a duális képzőpartnerekkel ismerkedhettek meg. Barabás Márió villanyszerelőnek tanul, és azt mondja, örül annak, hogy a duális partnernél tud tapasztalatokat szerezni. Ugye új rendszer van, és így az első évben csak a suliban vagyunk, és a második év, tehát a 10. évfolyamtól kerülünk ki a duális képzőhelyre. Nekem tetszik, sokkal jobb így, mert úgy értve, hogy többet foglalkozunk a szakmával, a mester által, bár ugye a suli is tart ilyen órákat, az is jó, de így sokkal jobb, hogy többet vagyunk a szakmában konkrétan. Ez az informatikai cég idén februárban csatlakozott a szakképzéshez. Egy szekszári cég vagyunk, egy kis informatikai cég, jelenleg van 3 kollégám, meg ugye most a 11 új kolléga, akik igazából diákok a duális képzésben. Igazából ez egy új kihívás volt számunkra, hogy esetleg mi is tudunk-e igazi szakembereket faragni a diákokból, és eddig egész pozitívak a tapasztalatok. Az állásbőrzén több mint 10 vállalkozás vett részt. Juhász Gábor intézményvezető hozzátette, hogy a szakképzés egyik legfontosabb feladata az, hogy olyan szakembereket képezzen, akik a helyi munkaerőpiac értékes szereplői lehetnek. A mai nap az iskolában egy diáknap. Ez a diáknap ez egy hagyományos rendezvény, bár az elmúlt időszakban nyilván nem volt rá lehetőség, hogy ebben a formában megvalósuljon. Nyilván most kihasználtuk nem csak a jó időt, hanem a viszonylagos vírusmentes időszakot is, és a gyerekek végre egy kicsit úgy vehetik birtokba az iskolát, ami nem a hétköznapokról szól, nem a csengetési rendről, nem a tanórákról, hanem egy kicsit érezzük jól magunkat, és ismerjük meg egymást, minél jobb dolog zajlik éppen. Nyilván itt a diák önkormányzat az, aki ezt a napot szervezi, de fölmerültek olyan igények és olyan lehetőségek, amik egy kis kiegészítő programot adhatnak a diáknapnak, és ez pedig az az állásbőrze, amit a környező vállalkozások igényeit kielégítve, illetve az iskolában felmerülő igényeket kielégítve próbáltunk életre hívni. Nem új dolog már ez, volt többször is az iskolában állásbőrze, és egy hagyományos rendezvénynek számított, az elmúlt időszakban nyilván ez sem tudott megvalósulni. Ennek a jelentősége az új szakképzési rendszer bevezetésével igencsak megnőtt. Azért is nőtt meg, mert itt már a 9. évfolyam és az, aki 10. már munkavállalóként jelenhet meg a munkaerőpiacon, még ha tanulóként is, de akkor is egy szakképzési munkaszerződéssel ő csatlakozhat vállalkozáshoz, nyilván tanulási és gyakorlási célra egyaránt. Azok a vállalkozások, akik alkalmaznak tanulókat, akik foglalkoztatnak tanulókat, azok már a 9-esek között egy picit most szét is nézhetnek, illetve megismerkedhetnek a 9-esek azokkal az elvárásokkal, amik rájuk várnak egy ilyen munkahelyen, egy ilyen leendő munkahelyen.
Azért vannak meglepetések, úgy látom, de nem baj, hiszen ez pont erről szól ez a nap, hogy még az év vége előtt, még csak április van majd, de ugye az alapvizsga az június második felében lesz. Addig még egy kicsit lehet szokni ezt a gondolatot, lehet alkalmazkodni és lehet rá készülni. És majd az alapvizsga, amikor ugye ezek a cégek megjönnek, és megnézik, hogy hogyan vizsgáznak azok a tanulók, akik néhány hét múlva az ő leendő munkavállalók lesznek, akkor már egy egészen más attitűddel, egészen más hozzáállással tudnak majd esetleg teljesíteni ezen a vizsgán. Azt gondolom, ez egy nagyon motiváló dolog lehet. A 9-eseken túl pedig az első 10-es technikusi évfolyam ugyanebbe a helyzetbe került. Ez a választási lehetőség nekik is fennáll. Illetve itt vannak az érettségiző tanulóink, a végző szakmás tanulóink, akik ugye több százos nagyságrendben vannak jelen most is, illetve várnak a munkaerőpiaci szereplésnek az elindítására. Tehát ők ugyanezt a célt most megvalósíthatják, megismerkedhetnek egy lehetséges munkahelyen, egy lehetséges munkaadóval, illetve azokkal a követelményekkel, feltételekkel, amik ahhoz szükségesek, hogy ők ebben a szereplői körben, egy munkaerőpiaci szereplői körben sikeresen megfelelhessenek. Azt gondolom, hogy a szakképzés egyik legfontosabb feladata az, hogy olyan embereket bocsásson ki, akik a munkaerőpiacnak, és azt gondolom, főleg helyben nagyon értékes szereplői lehetnek. Nyilván nem mindenki fog helyben munkát vállalni, de a mi elsődleges célunk az, hogy ez így történjen, és pont ezért bevonunk még kisebb, fiatalabb korosztályokat is, hiszen az általános iskolások is itt vannak, pont a bogyiszló általános iskolások vannak itt, akik nem csak a digitális közösségalkotó műhely programjaival ismerkednek, mert egy tavaszi program sorozatban az általános iskolák megjelennek az iskolában ezen körülmények között is, hanem ebből a 8-as osztályból, akik itt vannak, az osztály 70% ide fog jönni. Egy kicsit ismerkednek is leendő iskolájukkal, úgy láttam, hogy elég jobban tudtak illeszkedni, úgyhogy épp most készülnek a hazautazásra. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy olyan esemény, ami mindenkinek pozitívan sülhet el, és mi azon voltunk, és azon dolgoztunk nagyon sokat a diák önkormányzat, illetve iskolavezetés is, hogy a vállalkozások eljöjjenek. Nagyon nem kellett őket biztatni, megmondom őszintén, mert több mint 10 vállalkozás van jelen. Itt gyakorlatilag a villamos ipar, a közlekedés, a honvédelem, a rendészet, a büntetés végrehajtás, a gépészet, mindenki képviselteti magát, aki az iskolának ezt a rengeteg szakmáját, amit mi képzünk, le tudja fedni, mint munkaerőpiaci szereplő. Úgyhogy azt gondolom, hogy a rendezvényt ilyen értelemben mindenképpen sikeresnek kell mondanunk. Az érdeklődés is nagy, és talán ezért jó az adi, mert vannak motivált gyerekek, és azt gondolom, a munkavállalók őket keresik. Kilencedik alkalommal hirdette meg alkotói pályázatát az Országos Tűzmegelőzési Bizottság. A pályamunkákat április 30-áig lehet eljutatni a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóságra. A kezdeményezés célja, hogy a gyerekek minél korábban információt kapjanak a tűzmegelőzésről. Bán Attila, tűzoltósági főfelügyelő elmondta, a legtöbb szabadtéri tűzeset emberi mulasztás miatt történik. Itt van a végén egy sugárcső, ez 60 méter hosszú, és ki szoktuk húzni. Wunderland óvodába járó gyerekek testközelből ismerkedhettek meg a tűzoltóautó rejtett kincseivel. A lánglovagok azért vonultak ki az intézményhez, hogy felhívják a gyerekek figyelmét az idén is induló rajzpályázatukra. Évről évre az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Tűzmegelőzési Bizottsága meghirdeti az alkotói pályázatot óvodások, általános iskolások és középiskolások számára. És most abban az apropóban jöttünk ide a Wunderland óvodához, hogy egy kicsit propagáljuk még jobban, hiszen a pályázatokat már be lehet nyújtani az igazgatóságunkra egészen április 30-áig. Úgyhogy ebből az apropóból ide érkeztünk. Ugye a Wunderland óvoda azért esett a választás rá, mert ők már többszörösen országosan is elért eredményeket mutathatnak fel, többek között a legkreatívabb óvoda volt az elmúlt évben. Tavaly 485 pályamunka érkezett az igazgatóságra, melyből közel 80 darabot a Wunderland óvodából küldtek be. Azt gondolom, hogy mindig korábban kell kezdenünk azt a dolgot, amikor is a gyerekeket a tűzmegelőzésre, a tűzzel való kapcsolatra tanítjuk, hiszen elég sok sajnos az olyan jellegű tűzeset, ahol mi emberi mulasztások következtében keletkezik, és hogyha már tisztában van azzal a szabállyal, hogy is kellene, miképpen lehet megelőzni, vagy éppen az oltásával tevékenykedni, akkor már nyertünk, én azt gondolom.
van. A bátrabbak a sisakot vagy a kesztyűt fel is próbálhatták. Egner Dominikától megtudtuk, hogy mit is csinálnak a tűzoltók. Ha tűz van, akkor el szoktak menni tüzet oltani, távol tüzet, meg lakásba tüzet, ha a konyhába tűz van. És láttam a tűzoltóba egy ilyen csövet, amiben locsolják a vizet. Dominika azt is elárulta, mit fog rajzolni a pályázatra. Egy tűzoltó embert, ami van vele ruhával, és ott áll kint a tűzoltó mellett. A Wunderland óvodában már több éves hagyomány, hogy csatlakoznak a kezdeményezéshez. Nagyon szeretik a gyerekek az ilyen akciókat, és bár már többen láttak tűzoltóautót, és rendszeresen járunk is a gyerekekkel, a nagyobb gyerekekkel a tűzoltóságra, azért mindig izgalmas, mert ez egy ilyen kedvelt szakma a gyerekek körében. Nagyon sok ismeretet magukba tudnak szívni ilyen alkalommal, és nagyon érdekli őket mindig, mikor ilyet látnak. Óvodánk évről évre részt vesz benne, és nagyon szép eredményeket értünk el eddig, még mindig, és azon leszünk, hogy továbbra is így legyen. Nagyon szívesen rajzolnak a gyerekek, és évről évre már nem is meglepetés, hogy van ilyen, várják ezeket az alkalmakat, és beküldjük a rajzaikat. És az óvodánk programjában is benne van, hogy a tűzzel, mint elemmel is ismerkedünk, tűz, víz, levegő és földelemekkel, és nagyon jó, hogy közel is van a tűzoltóság, szoros kapcsolatban is állunk velük, és a gyerekeknek úgymond első kézből van információjuk róla, és kézzelfogható dolgokat látnak. Idén olyan alkotásokat várnak, amelyeken a tűzmegelőzés és a tűzvédelem fontosságát ábrázolják a gyerekek. Lehet rajzolni, festeni, makettezni, verset vagy akár mesét írni. A pályaműveket április 30-áig lehet benyújtani postán, e-mailen vagy előzetes egyeztetés után akár személyesen, a korcsoport és a kategória megjelölésével. Youtuber leszel, csak hunyd le kis szemed. Avagy mit várhatunk a Digitális Új Nemzedéktől címmel újabb szakmai eseményt szervezett a Matthias Corvinus Kollégium Szekszárdi Képzési Központja. Székely Levente, az Ifjúságkutató Intézet vezetője elmondta, az online világ, a digitális eszközök jelentik a jövőt, erre lehet és kell is építeni. Ezúttal a Matthias Corvinus Kollégium Ifjúságkutató Intézetének vezetője látogatott el Szekszárdra és tartott előadást. Székely Levente elmondása szerint ahhoz, hogy megértsük a fiatalokat, nagyon sokat kell foglalkozni a digitális világgal, hiszen ez az a generáció, akik már nem ismerik azt, hogy milyen volt akkor, amikor nem voltak okostelefonok, internet, közösségi média. Ez egy olyan úgymond világot jelent, amiben az idősebbek nem feltétlenül vannak otthon, nem feltétlenül mozognak otthonosan, és ez az előadás az azzal foglalkozik, hogy próbál egy átfogó képet mutatni a mai ifjúságról, többek között erről a világról is. Nem kell a szülőnek félteni a gyermekét, mert nem akar minden fiatal youtuber lenni, sőt, nem akar még minden második fiatal sem youtuber lenni. Ezek a úgymond foglalkozások, mint a sportoló vagy a művész, hasonló arányban fordulnak elő a fiatalok jövőképében. Úgyhogy én azt gondolom, hogy bátorítani kell a fiatalokat, meg kell szabni azokat a korlátokat, ahogyan lehet ebbe a világba bekapcsolódni, hiszen nyilván egy ilyen világ a fiatalok számára is, de a szülők számára meg főképp egy csomó ismeretlen tényezőt tartalmaz, tehát nagyon fontos a biztonságra figyelni, és nagyon fontos úgymond úgy belemenni ebbe a világba, hogy az ember ne gondolja már rögtön azt, hogy akkor egyből egy csomó követőm lesz, és egyből enyém a világ. Számos pozitív hatása lehet, ha valaki elmerül az online térben. Hát nyilván van egy csomó előnye ennek, tehát hogy nagyon sokat tudunk tanulni. Nagyon sok olyan készséget tudunk elsajátítani, ami talán így elsőre nem is jut eszünkbe. Tehát megtanulunk másokkal együttműködni, olyan kommunikációs készletet tudunk felhalmozni, ami ebben a világban, tehát úgy értem, hogy a hétköznapokban is hasznunkra válhat. Olyan
képességeket tudunk megtanulni, például egy videóvágást, vagy például a különböző közösségi médiarendszereknek a működését, a hirdetéseknek a szerepét, a követőknek a rendszerezését, stb., amelyek mind nagyon hasznosak tudnak lenni akkor is, hogyha az emberből nem videós lesz, vagy influencer. Székely Levente felhívta a figyelmet az internet veszélyeire, hátrányaira is. Természetesen van ennek a világnak hátránya is, ahogy mindennek. Tehát ugye régen, amikor a könyvek világában éltünk, akkor attól félhettünk, hogy a sok olvasástól elromlik a szemünk. Így a digitális világnak is megvannak maguk megvan a maga hátránya, hiszen ebben a világban van egy olyan rész, egy olyan veszélyes rész, ami nem feltétlenül is rögtön azonnal látunk meg, hiszen ugye itt olyan közegbe kerülünk, rögtön egy nyilvános térbe kerülünk, ahol bánthatnak minket, ahol visszaélhetnek az adatainkkal, tehát fontos az, hogy óvatosan közelítsünk ehhez a világhoz. Azt el kell mondanom, hogy a fizikai bántalmazás, a fizikai kiközösítés és zaklatás, az még mindig valószínűbb egy fiatal számára, mint az online zaklatás. Az online zaklatás azért egy nehezebb történet, mert ott nagyon nehéz elmenekülni is, és ott úgymond egy sokkal nagyobb nyilvánosságban zajlik például a megszégyenítés. A szakember szerint a digitális világ már egy új megélhetőségi lehetőséget is kínál. A online világ, a digitális eszközök, azok jelentik a jövőt ebből a szempontból is. Tehát látjuk már most, hogy számos olyan úgymond szakma van, amelyet mondjuk 20 évvel ezelőtt nem is sejtettük, hogy lesz, és erre úgymond fokozottabban számíthatunk a jövőben is. Tehát igen, erre lehet építeni, és kell is építeni. A pollenallergia akár fulladásos panaszokat is okozhat, és évről évre egyre többen szenvednek a virágporok okozta tünetektől. A magyar lakosság 25%-a küszködik a tavasz beköszöntével az allergiás reakcióktól. A szakemberek szerint kortól, nemtől függetlenül bárkinél jelentkezhetnek a panaszok, amiknek megjelenésekor érdemes orvoshoz fordulni, hogy megfelelő terápiával enyhítsék azokat. A tavasz beköszöntének nagyon sokan örülnek, viszont van egy csoport, akiket aggodalommal tölt el a virágba boruló fák látványa, hiszen számukra ilyenkor indul el az allergia szezon. Magyarországon a populáció közel egynegyede érintett a mai adatok szerint allergiával, és ez a számszerű adat a következő évtizedekben jóval magasabb lesz. Az urbanizáció, a levegőszennyezés, a helytelen táplálkozás is hozzájárul ahhoz, hogy évről évre egyre többen szenvednek a szénanáta tüneteitől. Az allergia gyerekeket és felnőtteket egyaránt érint, kortól, nemtől függetlenül bármikor kialakulhat. Legkorábbi időszakban a mogyoró és az égerpollenje jelenik meg az év elején vagy tavasszal, de már jelen pillanatban ugye a fapollenek, a korán virágzó fapollenek azok a jelentős allergizáló tényezők a levegőben. Minden ember, mikor robbanásszerűen elindul a pollen szezon, nagyjából tudja, hogy melyik időszakban vannak neki allergiás tünetei. Két ilyen csúcs szezon van a tavasztól őszig szezonban, az egyik a májusi időszak, amikor a fapollenek mellé ugye a főpollenek virágzása is elindul, tehát akkor találkozunk leggyakrabban allergiás egyénekkel. A másik pedig az augusztus-szeptember, amikor ugye a legagresszívebb allergizáló tényező a parlagfűnek van a szezonja, illetve egyéb gyomnövényekkel együtt a fekete ürömmel. Legtöbb egyén szenved ebben az időszakban a szénanátás tünetektől. A patikákban számos tablettát lehet venni az allergiás tünetek enyhítésére, viszont a szakember szerint nem célszerű otthon kezelni, inkább kérjünk orvosi segítséget. A tapasztalatom az, hogy ezek az allergiagyógyszerek között jelentős különbség van. Nem mindegy, hogy az allergiás
tünetek közül melyik a fő tünet, például az éjszakai ordugulás, vagy éppen a vizes orrfolyás. Tehát ugye más anti-allergia ellenes gyógyszert választunk a tüneteknek megfelelően. Véleményem szerint egyszer-egyszer célszerű szakemberhez fordulni, és hát pontosítani egyrészt, hogy mire allergiás valaki, másrészt pedig bizonyos életvezetési tanácsok is tartoznak ehhez. Igaz, az internet világában mindenki nagyon ügyesen próbál tájékozódni, de nem mindig elégséges. És a gyógyszerek, ha nem válnak be, akkor ugye újra, ha a patikushoz fordul gyógyszerért, lehet, hogy ugyanazon hatáscsoportba tartozó gyógyszerrel gyógyszert kap, mert szóval ezek között különbség van. Vélemény szerint érdemes egyszer-egyszer szakemberrel konzultálni ezzel kapcsolatban. A gyógyszerek mellett az orvos által javasolt életvezetési tanácsokat is érdemes megfogadni, hiszen ezek betartásával szintén csökkenthető az allergiás tünetek erőssége. A nyitott ablaknál nem javasolt aludni éjszaka a pollen szezonban, igazán húzatos helyen nem javasolt autózni, sőt, hát ugye a levegőszűrőt gyakran tisztítani javasolt, a gyakori hajmosás is hozzátartozik. Kevesebbet a szabadban tartózkodni, ezt nehéz szívvel mondom, de mégis az a tapasztalatom, hogy találkozom olyan egyénnel, aki 12 órát a tópartján horgászik, és azzal érkezik, hogy neki semmi sem jó, válik be a gyógyszerekből a tünetei enyhítésére. Tehát ha az egyén nem tud tenni érte, akkor egyetlen egy gyógyszer sem lesz igazán jó. Tehát ugye tüneti szterek állnak rendelkezésére, ezek szájon keresztül szedett gyógyszerek, ugye kisgyerekeknek szirupformában, vagy ilyen szájban diszpergáló tabletta van, felnőtteknek tabletták, illetve a tüneteknek megfelelően helyileg alkalmazható gyulladás csökkentő, allergiás gyulladás csökkentésére alkalmas orrspray, illetve szemcsepp. Hát ezeknek a kombinálása hát adott esetben enyhíti a betegek tüneteit, tehát ez igazán nem okiterápia, ez a tünetek enyhítése szinten tartása. Vélemény szerint fontos enyhíteni a tüneteket, mert a tapasztalata az, a nem kezelt szénanátásoknak nagyobb részének súlyosbodik a tünete, maga a szénanáta, illetve hát az alsó légutak allergiás gyulladása, azaz az aszma is kísérheti vagy követheti ezt. Az allergia egy genetikai hiba, és családon belül halmozódik, szülők örökítik tovább a gyerekeik számára. Maga a betegség diagnosztikája nagyon nehéz, különösen kisgyerekek esetében, de különböző vizsgálatokkal nagy valószínűséggel kimutathatóak a tüneteket okozó allergének. Nem ment ki a divatból ugye a allergia bőrteszt, tehát ugye ez a pöttyözéses teszt. Ehhez 3 éves életkor feletti gyerekek és jó kooperáló gyerekek esetén van mód, illetve hát a felnőtt gyógyászatban is, illetve hát a vérvételből való kimutatás, sőt, vannak olyan laboratóriumok, ahol már úgynevezett molekuláris allergiavizsgálatot, tehát nem csak az allergén specifikus IgE vizsgálatot végzik a belélegezhető allergizáló tényezők és ételek esetén, hanem az úgynevezett fehérje alapú vagy molekuláris allergiavizsgálat, amikor specifikusabban kimutatható egy-egy allergizáló tényező. Az allergia szezon napjainkban 10 nappal hosszabb, mint 1990-ben, a fák, füvek és gazfélék 21%-kal több pollen termelnek. Ennek legfőbb oka a klímaváltozás, hiszen a globális felmelegedés miatt az allergén növények pollen termelése évről évre intenzívebbé válik, a tüneteink pedig egyre rosszabbak lesznek. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!